azonnal megismertelek. Én is. Honnan szerezted az áruhádat? Királynak öltöztem. Így nem ismernek fel. Igaz. De te állandóan áruhába jársz, így aztán mindenki felismer. Most épp papnak öltöztél. Nem túl ügyesen. Nincs kiírva semmi, mikor jön a járat. Mostanában nem írják ki. Majd megjön. Meg akarlak érteni és megbocsátani. Én megek tőled. A nagy Mátyás, aki megbocsát. Szeretnélek megérteni, Janus Pannonius. Én sem értettem meg soha. Senki sem értette meg soha. Maga ebben ne pofászkodjon bele. Ki ez? Ki lenne? Borbála, az anyám. Folyton belepofászkodik mindenbe. Végig vele voltam, de soha nem értettem meg. Anyád meghalt évekkel ezelőtt. Igen. És? Most itt van. Magának már elment a járata, mama. Hallgasson. Nem hallgatok. Megismertelek, fiam. Pedig amilyen hülye vagy, királynak öltöztél. Maga sem a saját ruhájában van. Nem. Én már magamba öltöztem. De téged megismertelek. Írtam verset magának. Szépet. Mindenki olvassa és sírna. Nem elég? Mit akar még? Az tényleg szép vers volt. Szép, hosszú. Mutogattam itt mindenkinek. Bár nem értettem elolvasni. Magyarul kellett volna írnom. Magyarul fájtál, anyám. És én latinul írtam. Azt akarom, hogy hagyd ezt abba, fiam. Az árulást. Fejezd be. Mit fejezzek be? Hallod? Meg akar érteni. Te pedig ellenkezel. Ne ellenkezz. Légy hű anyádhoz. Én nem árultam el senkit soha. Veled voltam és szerettelek. Csöndesen szerettelek. Anyaszerelemmel szerettelek. Magad mellé vettél. Mindig azt akartam, hogy püspök legyen a fiam. Püspök lettél, pedig nem volt meg hozzá a szakképzettséged. Hogy örültem, boldog voltam, anyaszerelemben voltam boldog veled, fiam. És te ettől kaptad azt is. Az én szerelmemet tőle kaptad. Persze, hogy meg akar érteni most, hogy elárultad. Nem árultam el senkit, nem fogja már fel végre! Ne kiabálj, mindenki néz. Lebuksz áruhástól. Sétáltam a pécsi kertben. Aranyhalak siklottak a püspökító éjzöld vízében. Arany és éjzöld volt ott minden. Sütött a nap. A bazilika felől déli szél fújt, olasz szél. Az olasz levegőd. Azt hozta a tornyok között. Azt táncoltatta ott a szél. Én láttam. Magam mellett éreztelek akkor is, amikor messze jártál. A lengyeleknél, vagy a pápánál. És megjöttél, és azt mondtad... Megjöttem, anyám. És én megöleltelek, de csak magamban, mert soha nem hagytad. 2 éves korodtól nem hagytad, hogy megöleljelek. Magamban öleltelek. Magamat öleltem benned. Téged öleltelek magamban. Hogy a fenében ne lettem volna boldog? Erre te fogod magad és elárulsz mindenkit? Nem árultam el senkit. Nem fogja már fel végre. Meg akarom érteni. Mi van, te meg lenyeltél egy papagájt? Nem érted? Nem árultalak el. Mondd el neki, fiam. Hallgasson már meg, kivágom minden. Szemét. Hogy merted? Hogy merted megtenni? Ki ez? Ki lenne? Vitéz János esztergomi püspök. Bezárodsz, király. Én az esztergomi püspök vagyok. Engem nem lehet bezárni. Ahogy Isten sem lehet. Én Isten földi szolgája vagyok. Engem nem zárhatsz be. Azért jöttem hozzád ez éjjel órán, hogy megkérdezzem. Nincs-e szükséged valamire? Vízre, kenyérre? Kaphatsz. Vizet. Kenyeret. Akkor bort és kenyeret. Börtönben vagyok. Hol van? Börtönben. Az öreg püspök mikor? Ez volt, vagy most? Mikor? Te már menekültél, nem tudsz róla. De börtönbe? Hozadhatok meleg takarót is, ha fázol. De te megbocsátottál nekem. Meggyontam neked mindent, és megbocsátottál. Nem. Csak elbocsátottalak. Sírva fakadtam előtted, megbántam mindent. Igen, meghatódtam magam is. Elbocsátottalak. Majd katonák jöttek éjjel. Megrohanták a házamat. Az embereim szeme láttára vasra verve hoztak ide. Igyekeztünk tapintottal tenni mindezt. 80 éves leszek. 80 évesen már nem bírom a vasat. 80 évesen az ember már ne árulja el a királyát, mert rámehet az egészségére. Nem én árultalak el. Te változtál meg, igen, te. Megváltoztál meg. No csak. Tanítottalak. Én tettelek királyjá. Tudod, ki akarta ezt? Senki sem akarta ezt. Párat le kellett öldösnöm a mieink közül, hogy te király less. Hogy visszahozhassunk a börtönödből. A börtön. Az jó referencia volt. Aki börtönben volt, az könnyebb királlyá tenni, mert te szenvedtél. És ezt szeretik. De te megváltoztál, király. Önfejű lettél, ostobaságokra vetemedsz a hatalmi mögöttben! Hol van Janus Pannonius? Micsoda? Te ezért hozadtál? Tudni akarom, hova menekült. Nem gondolod, hogy majd pont ő mondja el? Fázol itt. Reggelre még jobban fogsz fázni. Rámegy a tüdődre. Elpusztulsz itt. Kenyéren és boron pusztulsz el. Igen, elpusztul. De nem mondja el neked soha. Az én bátyám, Vitéz János. Ő nem mondja el. Ha elmondom, visszamehetek Esztergomba? Nem. Igen. De nem hagyhatod el a püspöki székhelyet. Lengyel honba ment Ulászlóhoz a kis Kázmér királyfival. Azt hittem, számíthatok rád. De te hazudsz. A kis Kázmér egyedül ment haza! Jó, hazudtam, de logikus volt, nem? Hova menekült? Frigyeshez, a császárhoz. Annak idején még Páduából írta neki a dicsőítő költeményeket. Hozzá megy a császári udvarba. Most is írt neki egyet. Tudom. Elkaptuk. Micsoda? Elkaptátok? A levelezéseimet is figyeltétek? A pécsi püspök nem írat szabadon senkinek? Szép, dicsőítő költemény a legnagyobb ellenségemnek. Te vagy magadnak a legnagyobb ellensége. Mindenki önmagának a legnagyobb ellensége, ez így van. Frigyes már a határon leölette volna. Ő nem szereti a megtért költőket. Mégis odament. Holnap felnégyeltetlek. Érted? Megtehetem? Meg. Felfedtem az összeesküvéseteket, országos bűnt követtetek el, felnégyeltetlek, és a darabjaidat kirakatom a visegrádi vár falára, ahogy azt ma minden művelt uralkodó tenni, akit elárulnak. Megtehetem? Tudod, hogy meg. És meg is teszem. Most behívom a Stelábert, és előttem fog felnégyelni, ahogy az neki dolga. Fűrésszel szedi szét a melkasodat, úgyhogy közben még élsz. És kirakatlak az egész rohadt családod szégyenére! Én tettelek azzá, igen, te tettél azzá, ami lettem! És ezért 100-szoros bűnt követtél el. A gyereket gyilkosa akartál lenni. Érdemelsz akkor könyörületet? Igen! Ez igaz, János. Nem. Nem érdemlek. Hova ment, Janus? A délvidékre ment. Pécs falait megerősítette. Ellened akarja lázítani a szerbeket és a horvátokat. Élükre áll, és háborút kezd. És hol lehet most? Útközben valamelyik postakocsi állomáson Dunaföldvár felé, mit tudom én? Kimehetek? 2 nap múlva. Ha most engedlek ki, azt hiszik, hogy te is elárultad a kedvenc tanítványodat. Jó, de akkor egy kis fűtést. Befűtünk. Intézkedem. De ne nagyon, mert attól megizzadok. Az ilyen fagyjon meg ott, ahol van. Már a rokonokba se bízhatunk. Tegyen már egy kis földet a szájába, mama, és hallgasson. Püj! Fegyver nélkül jöttem, Mátyás. Emelt fővel jöttem el hozzád. Köszönöm, Vitéz János, hogy magadtól jöttél. Vérig sértettél az egész országgyűlés előtt. Mégis idejöttem. Köszönöm. Választhatsz magadnak menekülési útvonalat. Janus Pannoniusszal megbeszéltük, hogy futni hagyunk. Pár embert magad mellé vehetsz. A főurak velünk vannak a többsége. Igen, tudom. Rozgonyi! Vászoly Kató! Ők a vezetőik a főrendeknek, ők is velünk vannak. Vétkeztem ellened, atyám. És nincs, ami jóvá tehetné ezt a vétket. Atyámnak tartalak, hiszen te hoztál ki a börtönből. Te tettél királlyá. Gőgös lettem, elbizakodott. Volt időm rá, hogy elgondolkodjak ezen. Először dühös lettem, haragudtam rátok, de aztán be kellett látnom, hogy neked és Janus Pannoniusnak igazatok van. Ez már nem az a király, akit te annak idején megválasztottál, igaz? Kérlek, atyai szeretetedet ne vondd meg attól, akit a fiadnak tartasz. Hiszen az atyának meg kell bocsátania, ha a fia elkövet valamit. És a szülők a legtöbb esetben elnézőek, és fiaik botlása fölött szemet hunynak. Állj fel! Király, ne tér teljesen ki előtt. Az olyan király, mint te, aztán végképp ne. Követtél el hibákat, magad mondod, igaz? De én választottalak. Jól választottam. És akit én választottam, az ne tér teljen. Még egy esélyt, atyám. Látom benned a szándékod, látom az őszinteséged, de akkor sem tehetek semmit. Ezt az összeesküvést már nem tudom leállítani, Mátyás. Lehet, hogy ez most a trónodba kerül. Igen, tudom. De most nem is ez a fontos. Az a fontos, mit gondolsz te rólam ebben a pillanatban. Szeretlek, fiam. Megbocsátok! Bocsátottál neki? Mindegykori nevelője és egy névleg atya. Igen. A főurak velünk vannak. Mindenki az összeesküvés híve. Futhat a törökhöz, ahová csak akar. Őszinte volt. Letérdel. Te mindenkinek hiszel, aki térdel esik előtted. A király térdel, az őszintén teszi. Tudod, mi fog tenni most? Köztünk ellenkezés szét, és megnyeri a főurakat ellenünk. Rozgonyit és Vászoly Katót megbolondultál, soha nem nyeri meg őket magának. Csak akkor nem, ha mi egyességben vagyunk. Miben vagyunk egyességben? A király iránti gyűlöletben. Én nem gyűlölöm a királyt. Idehoztad ezt a cigánygyereket. Felnevelted, királyát tetted, és hiszel neki? Ne cigányozz. Tudod, mit fog tenni vele? Tudod? Hagyjunk neki egérutat, és elmehet. Hová? A törökhöz, vagy bárhová. Azt neveztük, hogy a börtönben fog megrohadni. Király, nem zárhatjuk börtönbe, hát menjen! De ő téged oda fog zárni. Nem látod a sorsodat? Nem ismered őt eléggé, te, aki felnevelted. Éjszaka fog lerohanni az embereivel. Börtönbe csukott. Kenyéren és vízen fogsz élni. Nem tesz ilyet. Nem tesz ilyet, és mögöttünk az ország, mögöttünk áll mindenki. Biztos vagy ebben? De inkább írj, ha még tudsz. A nagy politikát, azt bízd ránk. Fiam. Azt képzeltétek, önként lemondok a trónról? Nem. Vitéz János és Janus Pannonius harcba hívott bennünket. A nép is elfordult tőled. Nincs helyed a magyar trónon. Vitéz és Janus az egyházi birtokok megadóztatása miatt kelt fel ellenem. Legalábbis ezt mondták. Ti miért? Mi Magyarország feltámadásáért. Uralkodásom alatt ez az ország halott, úgy gondoljátok? Megalapítottuk a nemzeti pártot, nem csatlakoztál. Nem. A ti nemzeti pártotok a magyar felsőbbrendűség hajója. Nem szállok ilyen járműre. Hát akkor elpusztulsz, mert nincs több hajó a kikötőbe. Elégedetlenek vagyunk veled, Mátyás. Fellázadtak ellenünk az erdélyiek, a vajda, és te megegyeztél velük. Mit kellett volna tennem? Legalább a felét karóba húzni. Az fájdalmas halál, embertelen, nem szeretem. De olykor szükséges. Kiírtani az ellenségeinket. Szerbet, horvátot, bosnyákot. Csak ennyi? Nem, és utána jöhetnek a többiek is. Miért? Hát, hogy helyreálljon a rend. Miféle rend? Hát a nemzeti rend. Az. A feliratban azt olvastam, nehezményezitek, hogy a cseh hadjárat költségeire adókat vetettem ki rátok. Nehezményeztük. Lehet, hogy a magyar faj érdekében teszem. Megyek ölni a cseheket a nemzet érdekében. Na, ez lehetséges. Akkor is pusztulnod kell. A végső pillanatban mindig megkegyelmezel. Nem vagy jó király! Vagyis nem tehetek ellenetek semmit. Mi most egységesek vagyunk. És értetek? Ha ellenetek nem tehetek, mit tehetek, értetek? Ezt nem értem. A vajdával kötött megállapodás szerint enyém Erdély. Azt teszek vele, amit akarok. Például odaadhatom a Vászoly nemzetségnek. Neked, Vászoly Kató. Nekem? Egész Erdélyt? Igen. Ha akarod, most írásba foglalhatjuk. Írásba most? Neked pedig, Rozgonyi, a délvidéket. Értem. Te meg akarsz vesztegetni azzal, hogy utána leszereljük a lázadó főurakat. Igen. Részemről rendben, Kató. Ha írásba adja, akkor lehet. Végül is sokat jövedelmez az a föld. Közben kiírthatnám a moldvákat. De adókat nem vonok vissza. Most már nem is kell. Azt majd az adóértők megoldják. Kiadtad nekik? Persze. Revidiálták a nézeteiket, leteszik a hűségesküt. A többiek nem hagyják. A többi főúr velünk marad. Nem. Képes vagy ennek a tüzelő szukának adni Erdélyt? Fellázadtak ellenem, nem? Akkor te és Vitéz mellettem álltatok. Neki adod? Elindul oda, de nem ér el odáig. Embereim elkapják, és karóba húzzák Vászoly Katót, mint árulót. Rozgonyi is ott lesz. Őt a Duna mentén tartóztatják fel. Ő végignézi. Neki ez lesz a büntetése. Az első alkalom, hogy nőt húzunk karóba. Meg tudod tenni? Meg. Szentatyám, követnek küldött Mátyás. Követjárásban vagyunk. Hódolatát küldi és 10 000 akó bort a tokai vidékről. Nekem most nagy szavakkal ecsetelnem kellene a király és a Szentatya közötti kapcsolat fontosságát. A király irántad érzett szeretetét és nagyra becsülését. De én nem teszem ezt. Én el akarom mondani, mennyire csalódtam a királyban. Mátyás ismét a csehek elleni hadjáratra készülődik. Ezek még titkos tervek. Nem ismerheti más, csak a király 2 legfőbb bizalmasa, Vitéz János és jó magam. Én nem nézhetem tétlenül, hogy miközben a török fosztogatja déli határainkat, Mátyás a csehek ellen megy. Az egész kultúrkör, egész Európa fenyegetve van a törökök által. Csak mi állítatjuk meg őket. És Mátyás is erre kapott segedelmet őszentségétől, pénzt, fegyvereket. De a török ellen! Nézd, Szentatyám, te ismered a hitáliai neveltetésemet. Én ismerem és értem a hellén kultúrát. Ízlelhettem az itáliai szellemi nagyság bódító gyümölcseit. Én Horácius és Pláton tanításait szívtam magamba, és a német galkultúra üzeneteit tanulmányoztam. Egész Európát, európai kultúránkat fenyegeti a barbár horda. Nem lehetünk közömbösek, nem nézhetjük tétlenül, hogy Mátyás az ellenkező irányba indul el, ki tudja milyen tervekkel a fejében. És külön adót vet ki az egyházra. Az egyházi személyekre. Megadóztatja a papi birtokokat. A pécsi püspökségem által befizetendő adó a háromszorosára emelkedett. Vitéz Jánost esztergomi egyházi birtokait is megsarcolja. Az ellenállókat pedig a legkeményebb módszerekkel félemlíti meg, vagy hallgattatja el. Őszentséget felfüggesztheti a további segélyezést, amíg nem fordul ismét a közös ellenség ellen. János testvér, tudomásod van róla, hogy királyoddal magam is részt vettem az egyik török elleni hadjáratban? Igen, hallottam róla. Közvetlen közelről láttam a csatákat, és adtam meg a feloldozást a katonáknak. Ott, a csaták után, a véres csatatereken. Igen, tudom. Feltételezed ezek után, hogy nem figyelek eléggé az Európát fenyegető veszélyre? Nem, de nem tudom. Gúnyverseket írtál rólam, Janus testvér. Eljutottak hozzám. Költő még búzog bennem is. Olykor elfedi a politikust. Megkövetlek érte, szentatyám. Megbocsátunk. Ha a költő buzog, nehéz lehet világi ügyekkel a maguk értékében foglalkozni. Köszönöm. És kérnem kell szentatyámat, légy tekintettel személyemre és javaimra, és a királyon ne közöld az itt elhangzottakat. Hát ez magától értetődik. Ég áldjon utadon, Janus testvér! Na, látod? Ismered a pápa levelét, amit bizalmas futárral küldött hozzám látogatásod után? Nem. De biztos vagyok benne, hogy megkapod, ami jár neked. Majdnem. Költőben ne bízz, király! Első dolga volt, hogy eláruljon téged. Mindemellett öröm is költözött szívembe, hogy közös tárfunkban nem avattad be őt, és Vitéz János sem. Méltó király vagy, méltó a pápai koronára. A szentszék továbbra is abban támogat, hogy a csehek legyőzése után Frigyes császárt elzavarjuk, és te légy az új német-római császár. Ez idő alatt a török elfoglalhatja a lázongó délvidéki tartományokat, ott a kelletes pusztítást elvégezheti, és mint német-római császár a szentszékkel szövetségben a török ellen vehetsz. Minden haladjon tovább terveink szerint. Ezt elbasztad, fiam. Mama! Igaza van. Költő vagy. Miért akarod a politikát alakítani? Nincs igaza. Éppen azért, mert költő vagyok, mindenkinél több jogom van rá. De ti, akik a politikát vitoroljátok, nem ismeritek el, mert nem áll érdeketekben, hogy elismerjétek. A politika hangszer, és aki igazán meg tudja szólaltatni, az éppen a költő. Egyébként ez a költő mondja neked. Ez a hangszer búgja bennem. Soha nem lesz belőled német-római császár. Na azért erre ne fogadj! Ebben egészen biztos vagyok. A lengyelekkel még visszajöhetek, és elfoglalhatjuk a kis Kázmér számára a trónt. A lengyelek, na ez meglepett. Pont a lengyelekkel próbáltátok meg. Látod? Érhetnek még téged is meglepetések. Kíváncsi vagy, mit tettem én ez ellen? Nem. Én igen, mit? Megérkezett Mátyás követem. Levéllel. Protáziusz jött, Mátyás egyik legfontosabb követe, személyesen. Ez olyan, mintha maga a király jött volna el. Igen, apám. Nem értem, Hedvig, lányom. Mit, apám? Ulászló lengyel királynak volt címezve. Az pedig te vagy. Az én vagyok. Jó, eddig rendben is volnánk, apám. Megkéri a kezedet, lányom. Ki? Mátyás, ebben a levélben arra kér, adjalak hozzá. Hedviget, az én vagyok. Az te? De hiszen háborúban állunk velük, nem? Az túlzás. Egy idős, elmebeteg püspök és egy szerencsétlen költő fellázították az országot, és az öcsédet akarják a magyar trónra. Úgy tudom, Kázmérnak joga van hozzá. Igen. Volt egy magyar a családban. Ha nagyon akarom, az öcsédet vér szerint megilletni. Persze, csak ha nincs Mátyás. Mátyásnak felesége van. Igen, de itt a pápa ígérvénye, ha elfogadjuk a kérését, elválasztja Katalintól. Mátyás felesége lehetek? Nem. Most, hogy Kázmért akarják a magyar trónra, nem adhatlak hozzá. Akkor most mi legyen? Fogalmam sincs. Ha Mátyás téged elvesz, ezzel megvalósul a lengyel-magyar tengely. A lengyelek is mehetnek a török ellen. Végig adóztatják az országunkat, és bekapcsolódunk egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen. Az pedig, hogy a cseh Katalint visszaküldje, alkalmat ad arra, hogy a csehekkel is háborúba keveredjünk. Úgy van. Tehát semmi értelme, hogy hozzáadjalak. Kár. Viszont ez a közeledés alkalmat adhat arra, hogy pár rendkívül előnyös szerződést kössünk a magyarokkal. Vagyis Kázmért visszarendeled? Igen. Haladéktalanul keresenek a magyar lázadók másrokont. Nekünk fontosabb a lengyel-magyar hagyományos barátság. Jaj. Hiába sóhajtozol, most nem tudlak neki adni. Tudom. De egy pillanatra úgy beleéltem magam. Ehhez nem volt jogod. Itt élsz békességben Katalinnal, a cseh feleségeddel. És közben támadod a cseheket, feleséged népét. Nem volt ehhez jogod, hogy közben megkért Hedviget. Tudtam, hogy nem adják hozzá. Viszont ezzel kiiktatta a legfontosabb szövetségesünket. Ki? Kázmért, ezt a gyereket. Ódolatom, felség! Hozta Isten magyar földön! Csókolom. Vitéz János vagyok. Ó, csókolom. Mi hívtuk felségedet erre a földre. Vér szerint önt illeti a magyar trón. Mátyás ellen egyre nő az elégedetlenség. A főurak mind velünk van. Ennek örülök, és kik azok? Rozgonyi, Vászoly Kató, Perényiék, Túzos Vát és a többiek mind. Nem ismerjük ezeket az urakat. Az országgyűlésen, amelyen felséged elfoglalja a trónt, megismerkedhet mindenkivel. Apám Ulászló király meghagyta, hogy mindenbe azt tegyem, amit az urak mondanak. Na ez helyes. Most a felvidéken összegyűjtjük a sereget. Felségednek mekkora serege van a határ másik oldalán? 1500 fegyveres, ígértek még ugyanennyit, az már 4500. No, a felvidéken csatlakoznak önhöz a főurak által ígért bandériumok. Felhívom az urak figyelmét, hogy én még nem háborúztam senkivel. Jó. Most itt csak a szemlélődő szerep legyen felségedé. És nem is akarok, hiszen nem bírom el azt a kardot. Önnek most nem is a kardjával, hanem a jelenlétével kell harcolni a felség. Ja, ez más, akkor harcolhatok. És mikor leszek király? Hát számíthatunk ellenállásra, bár a főurak többségét megnyertük, mégis lehet olyan, aki ennek ellenére a döntő pillanatban a másik oldalra áll. Ez otthon nem szokás? Nem. De ez Magyarország. Itt mások a hagyományok. Itt hagyomány az árulás? Felségednek rendkívül gyorsan vág az esze, ha szabad ilyet mondanom. Szóval nem biztos az egész? Ön lesz a magyar király, efelől semmi kétségünk sincs. Rendben. Most pedig megyek, mert apám meghagyta, hogy korán kell feküdnöm. Csókolom! Ezt a gyereket hülyítettétek a magyar trónnal! Vér szerint őt illeti utánad. Miféle vér? Milyen vér szerint? A magyar vér szerint. Én nem láttam különbséget a vérben a csatatereken, pedig olykor meg is ízelhettem. Az emberek egyformák a vérben. A magyar vér különleges. Mitől? Attól, hogy magyar. Te is tagja vagy annak a nemzeti pártnak, igen? Hallgatólagosan. Hát, ha olyan jó magyar vagy, miért írsz csak latinul verseket, magyarul nem? Majd lesz, aki lefordítja őket. Magyarul nem? De. Egy eposzt írtam magyar nyelven, igen. És mi a címe? Anna lesz. Eposz a magyar történelemről. Ez igen, derék. És hol van? Elveszett. Ön illetlenül beszélt a lengyel herceggel. Elfogatott, idehozatott a várba, ez már önmagában is illetlen. Ön élére állt egy összeesküvésnek, amelynek célja az én eltávolításom volt. Ez igaz. Na. Üljön ide az ölembe, felséged. Lengyel herceg nem ül magyar király ölébe. Kérem, szeretnék valamit mutatni. Ja, az más. Akkor ülök. Nézzen szét, felséget. Innen mindent jól látni. Ott folyik a Duna, látja? Szép. Ha jobban figyel, láthatja a partján sürgölődő halászokat. Ott bent a szigeten pedig aratnak. Látja? Tegnap már megcsodálhattam, amikor idehoztak. Énekelnek közben. Ha. És tetszett az énekük? Hát kedvemre volt. Ez a Duna, amerre folyik, különféle népek élnek. Vagy magyarul beszélnek, vagy nem. De halásznak és aratnak. Tudja, felséged, mi az én feladatom? Mi? Hogy boldogok legyenek. Ki a maga módján. Istenben vagy anélkül. Azt hiszem, Isten nélkül egy kicsit nehezebb. Isten nekünk is nagyon fontos, lengyeleknek. Igen. És ettől az ön népe sokkal fogékonyabb a boldogságra, mint a miénk. Az önök népe rendkívül istenszerető, és ez tetszik az égieknek. Ezért is éri el önöket minden csapás, ami elérheti. Minden csapás azért, mert istenszeretők vagyunk. Igen. Az önök népe az istenszeretetben az álhatatosságot és a megbocsátást találta meg. Megbocsátó és álhatatos. Összetartozó fogalmak ezek szerintem nem. Felséged, rendkívül eszes. És fiatal. Ezért is nem öltem meg. Általában megöljük, aki ellenünk van. Hm? Igen. Úgy van. De én a maga népének fejével gondolkodom, Isten szeretetben gondolkodom, és azt mondom, nem ölök meg egy gyereket azért, mert a pártütőim úgy gondolják, gyáván és aljasul elbújnak egy gyerekherceg törékeny teste mögött. Törékeny sajnos. Nagyon is az. Én nem tudom felemelni a kardot, és nem fogom felemelni soha. 8 évesen szüzességi fogadalmat tettem Szent Krisztinának, hogy az Isten szeretetbe fogok élni, és csakis az Istent fogom szolgálni. Törékeny testemet felőrli az idő, a koplalások, az imádkozások, és én csodát fogok tenni. Ezt még nem tudom, hogy miféle csoda lesz az, de az Isten tesz velem csodát, és ő fog megnyilatkozni bennem, és én szent leszek. Azt hiszem. Tegnap a kápolnába engedtek. Én adtam rá engedélyt. Találkoztam a maguk Szűz Máriájával. Maga találkozott ott már vele? Nem, még nem. Nagyon szomorú volt. Én mondtam egy imát magukért. Maguk helyett. Ez rendkívüli gesztus volt felségettől. Hazamehetek? Holnap igen. Rendelek ön mellé kíséretet, a látszat kedvéért rabként fogják kísérni a határig, ahol átadják a lengyel király követeinek. Ön jó ember és jó király, Mátyás, miért akarják megbuktatni? Ezzel ne törődjön, felséged. Éljen szűzi életet, és önből szent lesz, ebben biztos vagyok. Nem kell pisilni? De nagyon. Akkor menjen. Utána adok szolgát csomagolni. valóban csak az adó. Mi van az adóval? Az egész összeesküvés csak azért, mert adókat vetettem ki rátok, püspökökre, egyházi hatalmasságokra. Megnyilváltad a jogainkat. Nem fogadtad meg a tanácsainkat. Inkább az egérsekre és arra az áruló krétaira hallgattál. Az egyházi birtok szent és sérthetetlen. Hiszen te egyszerű csúhában jártál. Püspök létedre mezítláb. Igen. Az egész vagyonodat elajándékoztad. Ha küldtem neked valami értékes ajándékot, azonnal pénzét etted és a rászorulóknak adtad. Igen. Utána lázadók élére állsz. Csak azért, mert adóformájában az amúgy is nagy vagyont felhalmozó püspököktől, nagyuraktól valamennyit visszakövetelek, és a haza sorsának jobbítására fordítom. Márha a haza jobbítását szolgálja, ha te a csehek ellen hadjáratozol. Tanítványod voltam és barátod. Királyod és tanítványod egyszerre. És közben a hatalom közelébe engedtelek. Ennél közelebb már nem kerülhettél volna hozzám, és akkor egy egyházi adó miatt. Magad előtt tolsz egy lengyel gyereket. Pajsként tartod elől, járjátok az országot, te és Vitéz János. Vitéz János, aki kitalált engem, aki az apám volt. Mintha apám életének folytatóját láttam volna benne. Nem értem. Nem értem. Kérdezz Vitézt. De az előbb volt. Sokkal előbb! Elég volt! Érted, király? Elég volt! Ez az ország tanácsülése! Ülj vissza a helyedre, püspök! Adóbehajtók és sószedők voltak nálam. Újabb adókat behajtani, és nem csak nálam, valamennyi főúrnál. Az a dolguk. De az országgyűlés ezeket az adókat nem szavazta meg! Nem. Én vagyok a király, hozhatok egyedül is törvényeket. Ezek az urak emeltek téged pajzsra, és az országgyűlés semmiben sem döntetsz nélkülük. Hadi állapot van, szükségállapot, nincs időm az országgyűléssel játszadozni. Miféle hadi állapot ez? A rendek nem hajlandók tovább idegen országok érdekében pénzeket költeni, nem hajlandók vérüket ontani. Egyik sem harcolt a csatákban. De mi adjuk a katonákat, és már a katonák után is adózni kell. Miféle eljárás ez? Nyugodj meg, püspök úr, minden tettemet a haza iránti szeretet. Hagyjuk ezt! Seregeid a cseh és lengyel felé vonulva rabolnak, fosztogatnak a török egyre erősebb délen. Úgy gondolom, szereztem már érdemeket a török elleni harcokba. A harmincadosok is megjelentek nálam. A püspöki uradalmat földarabolják. Panaszt fogok tenni a pápánál. A püspökök jó szívvel áldoznak az ország érdekében, aztán felhúzzák sarjukat és a szegényeket gyámolítva, beéri kevesebb magánvagyonnal is. A mi vagyonunk az ország vagyona. Aki ezt felosztja, az országot osztja fel, és adja idegen kezekbe. A többieket még nem hallottam szólni. Ők nem lázonganak, a többi főúr nem lázong. Nem egyéni érdekek vezérelnek, püspök úr? De... egyéni érdekeim is veszélyeztetve vannak. A kamara nyereségeim felét elvetted erőszakkal, a bányákból és pénzverésből engem illető részt teljes egészében lefoglaltad. Visszakapsz mindent, ha sikerrel jár a cseh hadjárat. 7000 aranyforintot adtam! Kölcsönbe! Visszafizetted! Nem! Nem gondolom, hogy szűkében állsz a javaknak, Vitéz János. Ajánlom neked, király. Saját érdekedben ajánlom. Az országgyűlés nélkül semmiféle adótörvényt ne hozz. Az országgyűlés folyamatosan határozatképtelen. A legkisebb államügyekben sem tudtok megegyezni. A rendek folyamatosan halogatják a törvények meghozatalát. Én nem fogok úgy járni, mint az elődeim. Béla az ilyen játékok miatt nézte végig a tatár pusztítását. Amikor komolyra fordul a helyzet és az ország sorsa a tét, én nem fogom egymással rivalizáló, az önös érdekeitől elvakult főurak játékait végignézni! Ez a magyar országgyűlés felelős emberekből, igaz magyar főurakból áll! Nem merészelt sértegetni őket! Mit merészelsz a királyoddal szemben, püspök? Én neveztelek ki, vissza is vonhatom püspöki székedet. Egy önfejű taknyos fenyegetéseitől nem ijedek meg! És a pápa is közelebb van, mint gondolnád? Mit mondtál a királyodra, Vitéz János? Önfejű, taknyos. nélkülem még mindig Moldáviában fejnéd a teheneket! Erős őrizet alatt vigyétek az árjöngőt Esztergomba! Míg döntünk méltó büntetéséről! Ezt értem. Vitéz Jánost értem, ez rendben van. Megütött! Csak Ország Mihály és Gábor kalocsai püspök vannak mellette. Megint nincs itthon, megint a cseheknek megy. Annál könnyebb a helyzetünk. Most kell behívni Kázmért! A rendek királyá választják, Mátyás pedig elfogadjuk. A legkedvesebb tanítványom és pártfogoltam megütött mindenki előtt, a rendi gyűlés előtt! Frigyes támogat bennünket, a császár tehát mögöttünk van. A pápát kell még meggyőzni. A pápát kell még meggyőzni. Mátyás követségbe küld engem tavasszal hozzá, a pápával beszélek. Látnia kell, hogy az igazi veszély a török, és azt is, hogy Mátyás ezzel nem foglalkozik. A török elleni hadjáratra szánt pápai pénz pedig másra költi. Ez már elég lesz. Ha ezt be tudom bizonyítani, ez már elég lesz. Egy éve, még minden lépése előtt kikérte a tanácsomat. Amióta az egri püspök megbolondította, nem hallgat rám. Most sem hallgat rám! Törvénytelen adókat szedett be! A nép lázadozik! A főnemesek csak erre az alkalomra vártak, hiszen először fordul elő, hogy nem Árpád vélvonalából kerül ki a király. Ráadásul nem is közülük, hanem a kisnemesek közül. Hát ez... az én hibám, mert én tettem azzá, ami, és megaláz mindenki előtt! Adj már ezt a pufont. Nagy európai változásokat érlelünk. Kázmér király lesz, és megkapja Frigyes lányát. A császár lánya házasságra lép a magyar királlyal! Felfogod végre, hogy mi lehet ebből? Mátyásnak nem adta, Frigyes nem adta a lányát. És más sem. Senki. Neki vége, leáldozott. Csak az utóbbi években 4 hercegnőt kért meg, és egyiket se adták. De te, ki az a Mátyás? Senki, már vége. Igaz, nincsenek pártosaink sehol. Semmit sem számít már ez a nemzet. A nemzet nem Mátyás. A nemzet mi vagyunk. Te, én. És a többiek, a főnemesek, a parasztok, mindenki. Ha Kázmér király lesz, én a műveléssel fogok törődni. Az emberek iskoláztatásával. Egyetemeket alapítok, és még. Származással való tekintettel mindenkit iskolázunk. Behozzuk ide a görög és a latin kultúrát, ahogy azt Itáliában tanultam. Megteremtjük itt a magunk Itáliáját. Ezért kell Kázmér, és ez az összeesküvés. De ennek te kell, hogy az élére állj. Hiszen a főnemesek tőled tartanak a leginkább. Mert én sokat tudok róluk. Mindről. Élére kell, hogy állj ennek az összeesküvésnek. Holnap küldetek Kázmérért, ha döntesz. Kázmér. Az még gyerek. 8 éves sincs. 12. Az már nem gyerek. És különben is. Mit törődsz vele? Számít ez? A tüdőbeteg is. Épp ahogy te. Én már jobban vagyok. Napok óta jobban vagyok. Amióta ez az összeesküvés tart, tisztul a tüdő. A saját fiam ellen. Nem a fiad. Királyt akartál faragni valakiből, akiről kiderült, nem méltó rá. Ez a Mátyás nem a te fiad. A te fiad igazából én vagyok. Igazából te. Döntöttem. Püspök úr, szeretnénk eltemetni. Hiszen te Pálos szerzetes vagy. Igen. És ti akarjátok nekem megadni a végtisztességet? Igen. Hiszen én szétzavartam a Pálos rendet. Bezárattam a kolostoritokat. Igen. Mi olyan sürgős? Szeretnénk eltemetni, mielőtt más megtalálja, és még előtte egyéb teendőink is vannak. Miféle teendők? El kellene tüntetni a nyakáról azokat az árulkodó foltokat. Miféle foltokat? Erre nem gondoltam, hogy lesz, aki ezzel is törődik. Nyakadon a foltokat? Te felakasztottad magad Medvevárban? Temethetünk? Később, várj egy kicsit. Miért? Miért vállaltad még ezt is? A magyarság. Ne folytasd. Te nem Vitéz miatt, nem a főurak miatt, és nem az adóim miatt. Janus! 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 Erre vagyok, Janus! Felség? Hivatott. Hetek óta egyedül vagyok. Nappal még bírom, éjjel nem. Nagyon nehéz. Hozathatok valamit? Maradj itt egy kicsit. Hova ment? A király hadjáratba ment. Te hogy nem mentél vele? Legutóbb vele mentél. Valóban. Megpróbáltam magam a csatatéren, de nem nekem való. Gúnyoltak érte. Féltem a vértől, féltem a halálhörgéstől, féltem a déadalittas ordítástól, amit egy katona hallat, ha sikerül egy fejet levágnia. Pedig te bátor ember vagy. Költőnek hittem magam. Költő nem vadászik. Sem állatra, sem emberre. A király is elkerül. Ha itt is van, elkerül. 2 hétig volt itt, és nem jött be hozzám. Tudtad? Igen. Szóltál neki? Kértem, hogy felségeddel együtt jelenjen meg a lakomákon és a győzelmi torokon. Győzött valahol? Ja, nem ő. Vitéz János. A török hordák ellen. Apró győzelme. Őt is nagyon szeretem. Ő is biztosan hívott volna. Valóban. Vitéz János is hiányolt a feleségedet. Ülj le! Oh! Ráütél valamire? Igen, azt hiszem belémát van. A kézi munka készlet. Francia holmi. Éles pengék vannak benne. Megvágtad magad? Nem, nem hiszem. Vagyis Csehföldre ment, megint apám ellen. Igen. Pont 1 éve hozott el onnan, apámtól. Te nem voltál vele. Nem. Apámat börtönbe vetette, és megkért tőle. Apám a cseh király börtönben, és Mátyás elébe állt, és megkérte a kezemet. Így történt, egy fogolytól. Tudom. 14 éves voltam. Sok? Nem sok? A nővéremet 3 éves korában adták férjhez. Oh. Nekem csak az írást mutatták. Mátyás felesége leszek, apám neki adott. Azt hittem, megváltja a szabadságát, de nem engedték ki. Mátyás távozása után a hozzáhű főurak szabadították ki. Úgy tudtam, Mátyás tartotta a szavát. Nem tartotta, ezért is megy most ellenük. A cseh főurak ellenállnak, igaz? Igaz. Megkedveltem őket a legutóbbi hadjáratban. Erős, egyenes emberek. Azok valóban. Megöltem volna Mátyást, ha útközben idefelé egyedül jön be hozzám. De nem tette. Soha nem jött be hozzám. Vagyis egyszer igen. Katonákkal jött. Fél tőlem. Katonákkal jött. Végignézett, és azt mondta, hogy én még gyereklány vagyok, igyekezzek felnőni. Hát azóta igyekszem. Megöltem volna, ha akkor egyedül jön be. Apámért, mindenért. Ezek csupán politikai csatározások, felség. Ha Mátyás megjön, és úgy véli, felséged érett a házasságra, megkedveli őt, biztosíthatom. Távozhatok? Nem. Majd, ha engedélyezem. Ez az. Ez az. Ez az az illat. Mit használsz? Miféle illatosítót? Itáliából hozatom. Galeotta Márció barátom küldi. Citrusból készítik. Éreztem már ezt az illatot. Igazán? Amikor megérkeztünk Mátyással, és én első éjjel kiszöktem a vár körüli erdőkbe, meg akartam halni. Úgy gondoltam, éjjel az erdőbe könnyebb lesz, mint a várban. Elestem és elájultam. Valaki élezgetett. Citrus illata volt, fölém hajolt. Többen indultunk akkor keresésedre, felség. Nyilvánvaló volt, hogy a fejemet ütöttem be, de az a citrus illatú lovag alaposan végignézett. Mindenhol. orvoslást is tanultam a firenzei mesterektől. Alaposan át kell nézni mindent a belső sérülések miatt. Alaposan megtetted. Visszatartottam a lélegzetemet. Alaposan meg is rémített feleséged. Biztos voltam benne, hogy meghalt. Tudom, de te betekerted a testemet a csuhába. Felemeltél és vittél vissza az erdőn. Mesztelenül. Kár, hogy ezt nem láthattam. A halottakat betakarjuk. A halott gyereklányokat nem mutogatjuk. Különösen nem, ha azok királynét. Igyekeztem lassan éledezni. Nehogy megijesszelek. Eldobj és mesztelenül elfuss a fák közé. Játszott velem, felség. Nem tudtam róla. Aztán óvatosan letettél. És vártál. Vártál. Vártam Isten ítéletére. Térdeltem melletted. És vártam. A firenzei orvosok módszere az is, hogy a baj megállapítása céljából meleg ajkukat a beteg hasára illesztik? Nem. Gyermeklány vagyok, de szép, ugye? Fenség. Köszönöm, elmehetsz. Társaságra volt szükségem, nem bírtam volna egyedül. Királynőt kedvére tettél. Most már talán el tudok aludni ebben a hidegben is. Jó éjszakát, felség. Jó éjszakát, citrusember. Még mindig itt vagy? Igen. Akkor jó. Elég ebből! Temessétek el! Most azonnal! Janus. Felség, ide nem jöhetsz éjszaka. Nem mehetek máshová. Megint itthon volt, és megint nem jött be hozzám. Pedig tudta, hogy beteg vagyok. Az nem lehet. Nekem megígérte, hogy meglátogat. Ide ülök mellét. Lázas vagy. Igen. Orvos kellene. Mire? Mindent tudok már. Nagyon fázom. Megígérte. Nekem megígérte, hogy meglátogat. Nem volt hozzá erőm. Tudtam, hogy meg fog halni. Nem volt hozzá ereje. Tudta, hogy meg fogok halni. Gyermekágyi láz. Gyermekágyi láz? Miféle gyermekágy? Nekem nem ezt mondták. Mit mondtatok neki? Belső fertőzés. Elhitte? Elhittem. Bocsáss meg nekem, Janus. Nincs miért. Én akartam. Én szerettem volna. Én visszamentem volna veled Itáliába. Én át akartam neked adni azt, aki idő előtt elszökött belőlem. Itáliába? Talán valóban fiatal vagyok még ahhoz, hogy szüljek. Isten nem engedte még meg. Vagy azért haragudott meg, mert a tiéd. Igen. Igen, igen, Isten azért küldte rám a nyavaját, mert tisztátalanságban fogant. Igen, így lehet. Elviszlek Itáliába. Esküszöm. Sohádba tekersz és mesztelen viszel. Pádova mellett lakunk majd. Én írok. Te nevetsz. 15 éves vagyok, még csak is. Pádova mellett építhetnek házat maguknak a szellememberei. Könyvekkel vesszük magunkat körbe. Könyvekből húzunk bástyát magunk köré, és nem juthat át semmi, ami árt, ami bűnös, ami a világról való. Vergiliuszt és Plátont, Ovidiuszt és Lukánuszt olvasunk. Felvásároltam a legutóbbi itáliai követségem alatt az összes létező görög és latin könyveket. Azokban öltözünk majd. Én írom a verseket, az elégiákat, megrendeléssel az epigrammákat, dicsőítő énekeket is persze. És mielőtt elviszi a futár király udvaruba, jót nevetünk rajta. Eltesszük a pénzt, és élünk tovább szabadon a könyvkővárunkban. Olykor kirándulunk. Messzebb a pófolyik. Vége láthatatlan mezők után látjuk meg a Szent Márkot már messziről. Olyan, mintha nem is választaná tőlünk a tenger. Átkerünk Velencébe. Fehér köveket koptat a léptünk. Szikrázó falat simogatunk. Nagymesterek képei alatt ölelek át. És a tengerpartján visszakérjük Istentől azt a lelket, amelyet most nem érdemeltünk. És amelyet most elvett tőlünk. Ő visszaadja majd. A tengeren át jön a piros fiú. És szüleit megismerve leveszi vízköpenyét. Ő lesz, azt mondom majd. És mi a könyvekből a hajnalba öltözünk. Ahogy most is. Nem én nyújtottam a világot. Az élet közelít. Nem tudtam, hogy Katalin, hogy érte. Hát most már tudod. Menekültél előlem. Itáliába igyekeztem volna a bosszúd elől. Jöttem utánad. Kerestelek. Tudom. De nem tudod miért. Hogy megölj. Vagy várfogságba vess. Nem. Hát? Azért jöttem, hogy megbocsássak. Valóban. Nem hiszem el. Nem hiszek neked. Nem tudtam, miért akarok megbocsátani. Akkor még nem. De most már tudom. És így megbocsátok. Katalinért. Akkor jó. Köszönjük Pálos barátainknak, hogy Medvevárott tüdőgyulladás következtében elhunyt barátomat tisztességgel elföldelték. Igyekezvén, félve a király haragját. De a király megbocsátja barátjának, hogy részt vett az ellene szőtt összeesküvésben, és Istenben jobbját nyújtja a halottnak. Parancsunk, hogy Janus Pannonius teste díszes kísérettel és imával Pécsre hozattassék, és ott a bazilikában az őt megillető püspöki helyre temettessék. Köszönöm. És ő is köszöni. Katalin. Jön, anyám? Ez kihez beszél? Hiába öltözött áruhába. Megismerem.